Befejeződött az energetikai beruházás Nyírbélteken. A felújított épületeket szerdán délután adták át. Megújult az általános iskola régi szárnya, a polgármesteri hivatal, illetve az idősek otthona is. Új külső szigetelést és színezést kaptak a közintézmények. Kicserélték a nyíllászárókat és napelemes rendszert építettek ki. A 250 millió forintos beruházást több forrásból finanszírozták. A legnagyobb részt a terület és település fejlesztési operatív programból tudták lehívni. Összességében az első körben 189 millió forint volt a három épületre a beruházás. Szerencsére kaptunk egy kis pénzt a magas tető építésére is, tehát így összességében 204 millió forintra bővült ki ez az összeg. Igazából az iskolában az intézmény fenntartó, tehát a Klik is besegített 43 millió forinttal, ő a belső felújítást végezte el. Az iskolában többek között korszerűsödött a fűtési rendszer, megújult a tornacsarnok, a vizes blokk és a nevelői szobák is. Az intézmény működése óta nem történt ilyen mértékű korszerűsítés. A polgármesteri hivatalban nagy az ügyfélforgalom, az idősek otthonában pedig 34 fő bent lakásos, és 4 fő nappali ellátását biztosítják, ezért is volt szükség a beruházásokra. A szerdai rendezvényen a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte, az oktatással mindig a jövőt építik a településeken. Maracsi Endre azt is hozzátette, a nyugdíjas korú lakók pedig megérdemlik a minőségi és korszerű ellátást Nyírbélteken is. Az elmúlt 5 évben 16 pályázatnak köszönhetően több mint 2 milliárd forintnyi pályázati forrás érkezett Nyírbéltekre. A fejlesztések segítették az önkormányzatot, az egyházat és az iskolát is. A rendszerváltás óta a legtöbbet az önkormányzataink ebben a ciklusban fejlődtek. Én úgy gondolom, hogy a polgármestereink azok a teljesítményük csúcsát nyújtották, mert azért ennyi pályázatot kezelni, megvalósítani, hogy a közösségeink építkezni tudjanak belőle, ez nagyon nagy munkát jelent. Közel 3000-en élnek Nyírbélteken, így a település is részt vehet a Magyar Falu programban. Nemrégiben egy 2x7 fős mini bölcsőde építésére pályáztak, de az önkormányzat szeretne a polgármesteri hivatal belső felújítására és a vásárcsarnok bővítésére is pályázati forrás nyerni.